Székelyudvarhely kulturális intézményeinek összefogása révén idén is többnapos, színes rendezvénysorozattal ünneplik a magyar kultúrát. Az ötnapos, főként kulturális eseményekre épülő program január 18-án két fotókiállítás megnyitásával veszi kezdetét. Egyik kiállítás a Fodor István által készített fotókat vonultatja fel a Művelődési Ház kiállító termében, az Etét községi hétköznapok címűnek pedig az oszlopos terem ad helyet. Újdonságként idén az udvarhelyszék kultúrájáért díjak kiosztását, vagyis a gálaestet az első napon tartják, tehát január 18-án. A díjazottakat évről évre a közösség javaslatai alapján választják ki azon idevaló személyek közül, akik a közművelődés és a kultúra terén fejtettek ki, vagy fejtenek ki értékes tevékenységet. Az elmúlt évek során mintegy 35 udvarhelyszéki személynek és 10 szervezetnek ítélték oda a díjak valamelyikét. Az idei díjazásról Szőcs Endre szervező beszél. Az érdekesség az lesz, hogy ebben az évben 3 olyan díjat adunk ki, ami nem egy személynek szól, hanem egy közösségnek. És örvendetes módon mind 3 közösség jelen lesz a teremben, hisz ezeket nem szoktuk vék alá rejteni, bár itt most nem mondom ki a nevüket, akit érdekel, jöjjön el. Itt van zenével kapcsolatos közösség is, van olyan is, amelyik nem székelyudvarhelyi. És a személy, hogy ki lesz, az csak annyit mondok el róla, hogy hát ha nincs is pillanatnyilag köze a székelyudvarhelyi városi könyvtárhoz, de mondjuk, hogy közvetett úton van. A gálaesten a műsort udvarhelyszék fúvós zenekarainak egyesített zenekara szolgáltatja. A közel 70 zenészt az a Bán János vezényli, akinek fúvós zenekari feldolgozásait az itteni és magyarországi fúvós zenekarok évtizedek óta játsszák. A Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett rendezvénysorozat programjában a gálaestet követő napokban kiállítás megnyitók, színházi előadás, könyvbemutatók, illetve a Hajnalcsillag elnevezésű gyerekeknek szóló udvarhelyszéki népdalvetélkedő szerepel.